Azt hiszem, hogy már megyünk. Jó reggelt mindenkinek. Remélem, most működik a kontroll is. Mindjárt lesz majd kép is. Szóval... Na, várjátok. Ne szórakozzál már. Nem, ez mégsem olyan egyszerű. Embert is szeretne kicsit társzúszni, az már egyből problémák vannak. Nem szereti ez a játék a több ablakos megoldást. Most meg teljes képernyőt nem akarjunk. Hát ez bolam. Az a probléma, hogy ilyen gagy, ilyen windowed módban jelent meg ez a szerencsétlen játék most. Megpróbálok neki baszni valami. Mert így most nincs valami sokké. Oké. Na, most. Tökéletes fasza. Na. Még kort kávé. Még azt akartam, hogy ez így bele, úgy. Ez jó. Tökéletes. Na, aki nem volt itt, annak mondanám, mert hogy eléggé most már lent vagyunk a picsában. A élő holtaknál volt valami nagy csontváz, aki kiütötte nekem itt az egyik falat, meg ilyenek, tehát így... Vannak itt kemény dolgok. Ez itt a kovács. Nem tudom, hogy milyen bosszokkal fogunk kitalálkozni, de... Igen, azt már tudom, hogy voltak itt ilyen kis kerekek. Aha. Aha. Jó, hál' Istennek aránylag könnyen ölhetőek. Mi van, te? Pöcsarcok komolyan. Én is kicsikébb be vagyok rekedve, szóval azért mélyebb a hangom, nem azért, mert férfiasabb lett a hangom. Én azok ilyen robbanó fejek. Az még több olyan kör, vagy ilyen kis csontvázgeci. Vegyük el ezt a jobbra. Az nem tűnik annyira challenging-nek. Jó. De elvileg lesz még egy. Kis jóska gyerek. Jó. Á, itt ilyen kis trükkösek vagytok. Oda föl nem lehet menni. Gyere ide. Jó lenne, hogyha ez úgy működne ez a pas, hogy én is tudnék feleggurulni.
Egy-egy bosshoz érdemes lenne úgy elmenni. Begurulni. Nem. Azért cuci, hogy tudok oda felmenni? Aha, ott le lehet így ugrálgatni. Lehetett volna, de ott fel kéne menni magasra. Itt ez egy életveszélyes. Jó, menjünk először erre, nézzük meg erre mi van. Látom, hogy sötét van, nem tudok fényt csinálni, mert nem tanultam meg azt a képességet, hogy light. Ó, egy kötkapu, hello. Ah, egy boss. Akkor gyerünk. És... Ó, oh, ez tényleg egy bassz. Nem vicceltek. Axo... Ez akinek ilyen kis maszkjai vannak a fején, nem? Ő csinálja itt a kis ánteteket. Aha. Meg lesz-e baszva? Boss volt? Ez egy boss volt? Két lövés volt. Volt egy igazi alakja. Az volt a nagy... Az az a nagy trükk benne, de amúgy... Átállítottam véletlenül a fokozatot is easy-re, vagy... Jó, mondjuk olyan nincs a játékban, de értitek, mire gondolok. Itt valami nem kóser. Jó néz ki. A maszkot felvenném, de... Nem szabad. Mert ez itt a jó. Na mindegy. A weakness anywhere. Akkor ez egy ilyen kis, gyenge kis lófasz volt. Oké. Hát örülök neki. Nem volt fele sok probléma. Ja, hogy itt egy létre, igazából jó. Ez volt szerintem életem legkönnyebb boss fightja. Ilyen... Úgy néz ki, mintha ilyen kis lootok lennének. Nekem nagyon nem tetszik ez a hely, de kéne valami varázslat. Na, no, nem bízok ezekből a kis fénycsóvákba. Nagyon sötét van. Itt nagyon sötét van.
Proud Knight. Kicsit még elnézünk még arra is. Nem akarok is semmiségét hagyni. De erre itt fedd már nem lesz semmi. Aha. Arra lehetne menni, és ott valami ott vagy mozog, vagy valami pislákol, de majd rájövünk majd. Hogyha itt van egy ilyen visszafele út a bonfire-hoz, akkor még erre visszamegyek. Nem akarom elveszíteni a szújjaimat. Halló. Várja, erre jöttem? Na, igen. A király. Ezek hál' Istennek nem érednek újra. Arra is akkor el tudok menni. Minden itt happy lesz. Na. Nézzük, hogy mink van. Elnyomjuk az összes szót. Lehessen bele szintet lépni. Van egy-kettő. Lehet, hogy rakni fogok arra megint, hogy sokat eszpel tudjak használni, mert lehet, hogy ide tényleg kell egy ilyen állandó képesség az a fasság. Nem tudom, Sifnek a lelkében mit lehet csinálni, én inkább begyúrom. Jó. Vagy sem tudom, hogy kinél lehetne úgy megcsinálni ezt a... 26... Most tudom, hogy ide vissza lehet jönni amúgy. Tehát most, hogyha elmegyek innen, akkor ide le tudok jönni vissza. Na, inkább nem megyek. Rakok még egyet erre a szutyokra. Mert aztán van egy olyan spell, ami egy ilyen kis fénygömböt tesz így magad mellé, és akkor itt sokkal könnyebben tudsz így közlekedni. És sötét helyeken. Dombokon, hegyeken. Kész káosz ez a játék, tehát bosszok két lövésből halnak, szerencsétlen csontik meg valamit bedarálnak a picsával. Annyira kibaszottul reális. Te tudsz valamit nekem amúgy csinálni? Úgy beszél, mintha valami mikrofonba dumálna folyamatosan. Tudod, például a staffomat nem tudod megcsinálni. Nem mi. És a ruháimat? Nem mi. Jó van akkor. Akkor viszlát. Hacsá! Ez a botom úgy kemény négy. Négyes sebez. Nem többet, nem kevesebbet. Ha, én hamarabb látlak téged. Robbanó fejed. Hello. Ilyen feje, én is felrobbannom. Inkább. Ezeket a csontokat ki lehetne valahogy lőni. Ez... nagyon pozitív lenne. Oh, hello. De ugye ez nem olyan nem újra, mármint újraéledős. Ugye meghalt.
Ó, hát akkor anyád. Ha? Á, nem kapom érte ezt, haut. Ha-ha-ha. Hát ezt tegyük már a kis kardunkat. Hát csime! Nem, nem, nem. Ez nem kardos. Ez nem kardos játék. Ja, most már. De ezt szeretem, amikor az idézem, mert itt van egyből mellettük, és akkor nem kell velük annyit vesződni. De mikor egy kilométert kell futni. Van fent egy kaster? Ugye megnézzük. Kutya Filit. Szevasz. Aha. Értem, mire gondolom. Nem, hát kapom érte a szúlt. Ezért is. Ó, oh, látom fölne. Nem tudom hova esnék le, inkább nem próbáljuk meg. Várj, ezt a falatot nem lehet kicsapni. Nem. Akkor erre föl. Valahol nagyon hallom a vizet. Aha. Ez egy nagy lókuki. Van fény az alagút végén. Ott van valaki a sötétbe. Jaj ne, te vagy a sötétbe? Bát meg. Miért pont te vagy a sötétbe? Mert te nem élsz? De te élsz! Bassz meg! Try comfort. Ó! Oh. Be lehetett volna ide feküdni, és akkor elmegy ez a kis pöcsarc. Nem baj, keményebbek vagyunk. Kemények vagyunk, mint a beton. Nem tudom, mire jó ez a item. Hiszom még egy kis kávét. Szóval már lejtünk már harmadik bonfire-ig. Megöltünk egy boss-t. Nem fognak ki rajtunk ezek a piti kis csapdák. Jó, azért valljuk be, úgy megyek, mint aki be van szarról, de hát ez... Sajnán ez így van, mert... Nem tudom, melyik sarka jön egy csapda. Meghalni, mert nem akarok. Oh, ne! Oh, ne! Megint itt vagyunk. Oh, ne.
Jó, egy cucc. Milyen kis akrobatikus vagy te. Kapok egy szót? Oké. Okay. Akkor jöhetsz. Viszont én azért lemegyek ott. Tadám! Ezeket lelövöldözgettem. Hogyha lenne fényszpellem, akkor oda is jobban ellátnék. Amúgy itt van még egy cucc. Senki sem mondta. Aha. Hát papok nem leszünk. Ez komoly. Visszamegyünk ugyanerre, erre. Hello, 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 hello. Ja, hogy ez onnan gurult át ide, értem, értem. Azt hittem, hogy itt újra életnek, itt ijesztegetnek. Hű! Bazzan. Ezek azért nem viccelnek. Csontik. Arra teszi magukat rendesen. Akkor itt erre mindenki meghalt, ezt a két cuccot felszedtem, akkor mehetünk arra tovább. Tovább. Akkor ugye a másik oldal felé is lehet menni, amely olyan rohadt sötét volt. Right, vigyázz, hogy nehogy leessünk. Szerintem ez alatt van víz, és akkor így meghalsz, vagy valami ilyesmi. Inkább nem ellenőrzöm, na. Igen, itt volt oldalt ez a kis pöcsarc. Ugye erre itt akkor itt ki lehet jönni. Itt volt. Van még egy robbanó fej. Majd verjük még ezt a kis buzi arc az idején. Robbanjon föl. Na, kapunk ilyet a szót. Addig jó, ha nem éled újra a csontvász. A szobrok, ami nagyon kis trükkösek. Szúrnak, ahol tudnak. Az, hogy izé mögött van. A fal mögött. Hello, 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 ez így nem tetszik. What? Mi a fasz folyik itt?
Hol van a kurva idéző? Látjátok, ezt rühelnem, ezt, amikor így kell keresni ezt a kis szarházat. Ott van. Rohadjon meg. A szarasz kullander, ez is. Van egy kötkapu. Van egy létre fel. Van még egy rakatnyi csontváz. Ó! Oh. Esetleg, ha meghalnátok, köszönöm. Nem. Up. Az addig tiszta. Két lövésem van, szóval két csontvázit még kibírok nyírni. De lemenjünk azért a cuccért, ami ott volt abban a koffinban. Ah, ezek necces részek amúgy. Mit csinál az item? Ha már itt tiltás ez. Ezt nem tudom, mikor tudnak észszerűen használni. Van az embernek ezt tudsz. Te olyan szögből lősz, ahonnan nem lehet, mi? Mindjárt fel még érted, fiú. Te ezzel ne aggódjál. Hello. Nincs történjem. Boom. Ez is meghalt, az is meghalt. Nem tudom, hogy lehet oda menni. Ugye megpróbáljuk. Ezt azért benyomjuk. Benyomjuk egy hírt. Szerintem ilyen kis oldalas megoldásból kell menni. Hopp! Oh, te kurva jó vagyok. Fölfele egy létre, de ott arra, mert volt egy kötkapu, de szerintem az nem bosshoz vezettem. Van egy ilyen megérzésem. Kéne most már egy bonfire, mert nem lesz ez így jó. Itt akkor a létre. Folyton megyek lefele, de folyton felfele kell menni. Oké. Okay. Ne. Hopp. Az anyád. Egy cucca értem ideig. Chunky Walk of Peace. Hova estem le? Nem is komolyan, hova estem le?
De itt a kis büdös gecce. Sincs. Ja, de van még a nagy. Na visszaestem az elejére. Na nem már. Az nem vicces. Nem akartam ideig visszaestem. Ott volt egy cucc. Még kezd megint végig szokni. Ne! És ott volt a kovács. Itt van fölöttem a lelkem. Ott. Ó, szarabb bele. Szarabb bele. Felmentünk oda, így végig szoptuk. Köszönöm a két csontváz. A másik. Ja. Nem, így elbukni 30 ezeret fölöslegesen. Retard lehet csontvázak miatt. Meg itt akrobatik. Nem igaz van, de miért lövök melléjel? Az meg falonál, az meg vágdos, de én nem tudom a másikat eltalálni. Itt van előttem és nem találom el. Halljál már meg. Hubazom, majdnem elfelejtettem ezt a csapdát. Na akkor felmegyünk oda a kötkapuhoz, mert nézzük, hogy arra mi van. Na akkor ez a rész, amerre mentem, az egy ilyen... ilyen treasure, keresős baszakodás volt. De igazából értelme nem sok volt. Azon kívül, hogy elbuktam a szúrjaimat. Megvenni ezeket a büdös szaros fejeket. De ide jönnek. Gyertek már, robbanjatok már. Mit a basz? Köszönöm.
Itt fölfele van a kötkap, ugye? Ne. De nézzük, mi van itt bent. Semmi. Csak egy rész, ahol nem tudok átmenni, mert még nincs még elforgatva, oké. Okay. Akkor mindenképpen arra kell menni. Csak úgy kell menni, ne esél le. Ebből még kéne több, nem... 20 nem lesz elég. Például, hogyha ilyen elbaszott egy balfaszot. Nehogy eltaláld amúgy. Nem feltett kívül más is. De nehogy kijelöld amúgy. Köszönöm. Na még 14. Leugrik a nagy, és jó. Az nem annyira vészes. Hogy is volt? Igen, itt erre. És itt felmentem erre. Ugyanott leesek, én megörülök. Aha. Akkor mégis erre kell menni, ez nem csak egy ilyen kis treasure útvesztő volt. Itt vagyok, bocsánat. Viszont még egy kocskámé. De most mi a cél? Vagy már itt már végeztem? Vagy... Hopp. Igen, itt is nem van. Akkor ez itt egy zsákutca, mert csak erre lehet itt leesni. Meg ugye visszavezet oda, ahonnan jöttem. Megöltem itt egy boszt, szereztem egy gyűrűt, és ennyi. Kéne egy kar, amit meg kéne húzni, hogy a tovább tudjak menni. Ennyi, ennyi lenne a kulcs. A továbbjutáshoz, de nem találtam sehol se egy ilyen kart. De elég könnyen észrevehetők. Vagy ha az a funkciója van a játékban, hogy ha egyet meghúzol, akkor a másik oldalt mondjuk lejön. És akkor nem hiába enged engem vissza oda az elejére, hogy meghúzzam még egyszer azt a kart. Aztán vissza tudok menni az elejére. De remélem nem így van. Mi körbenézünk még, megnézzük, hogy milyen helyzet. Lehet, hogy full a másik oldalt van a karam úgy. Hát, hogy egyáltalán nem is itt van. Nem tudom.
kérdések választok nélkül. De Frey Tamás műsorom. Így jöttem be. Ugye. És mi ez a hang? Mi ez a nagy bonfire hang? Alattam itt van egy bonfire valahol. Na mindegy. Furcsaságok, kérdések, rejtélyek. Az amit meg ugye nem tudok elmenni. Sem erre se. Szénnyel nem lehet elfutni amúgy. Gratulálok. Jó, akkor a játék azt akar, hogy arra menjünk. Akkor csináljuk azt, amit a játék akar. Hogyha visszamegyünk arra. Ja, hogy ennek az effektnek volt ez a hangja, jó? Tiszta hülye vagyok már. Ja, ezek a katakombák. Biztos van olyan metal együttes, akinek van egy olyan számuk, aminek az a címe, hogy Catacombs. Csak úgy most így eszembe jutott. Probléma az, hogy van még 11 lőszerem. Ha de le is esek, és jön valami új hely. Nem tudom. Olyan nehéz ez. Hogy? Jó. Ugye azt akarja játék, hogy menjen visszafele? Nem baj. Ismerjük itt már az ellenségeket. Elég jól. Na. Itt van erre egy kar, azt meghúzzuk, mert nézzük, hogy mi történik. Van még 6 golyóm, az kb. 6 csontváz. Ha nem lövök félre. Feleslegesen. Amíg nem jövök be ilyen helyekre feleslegesen. Ugye, már csak 3. Hello, Mr. Csontfeld. Hello, Mr. Másik Csontfeld. Olyan aranyosak, hogy így ráteszik így a fejükre, így a fejüket. Majd így a nyakukra így ráhelyezik a fejüket. Azt hiszem, hogy valahol itt bent lesz egy kar. Nem. Akkor erre. Nyem. Hát, Ellen akkor ott nem tudod, hogy mit csinálsz igazából. Mondjuk ki együtt. Fingos sincs. Aha. Ne. Nincs beakadtam ide. Valahol itt találkoztam egy ilyen... Ja tényleg, mert elindultam ott lefele. De akkor hogy jutok vissza?
sehogy se jó. Na jó, úristenit! Sok szar csont van ez. Várjunk. Erre így. Sorot miért is volt jó? Nem, erre nem jó egyáltalán. Kéne valami erősebb tör. Azzal volt jó menni. És ebbe lehetett ezeket szúrni. Na. Hiszek, hogy ezt meg lehet csinálni. Akkor más nem változik? Egy bonfire. Te akkor olyat nem lehet játszani, olyat nem lehet játszani, hogy egyet meghúzol, és akkor a másik olyan lesz, hogy ugyanilyen. Elpróbálom azt meghúzni. Megnézzük, hogy az alsóval történik-e valami. Nem. Akkor valahol én valamit néztem. Nem az alsó út. Vagy. Az alsó út, amit kéne mennem. Annak én be tudok ugrani egy az oldalára, nem? Aha. Yeah, boy. Úgy. Király. Na, ezt is megoldottuk. Sniper ahead. Oh, hello. Nem csalás. Ez a taktikám. És mindig bejön.
Már megöltem egy bosst, ami két lövés volt. Azt hittem, hogy be van begolva a játék. Vártam a második fázist, hogy mondom, hol jön a boss. De nem ennyi volt. Jó, megvan ez a bonfire, azt ott megcsináltuk, hogy ott most már át lehet menni. És ha minden ez igaz akkor, hogyha itt átmegyek, akkor bejövök arra a helyre, ahol itt eddig nem tudtam átmenni. Vagy miért? Ez engem is érdekel. Mennyi energiátok van? Az, aminkének három maszkja van, három felé ment, kétszer belelőttem ugyanabba a gyerekbe, azt meghalt. Kettedre a spear volt az egész. Kicsit többet vártam tőle. Na, újra élettek? Nem élettek újra, helyes. Olyan érzésem van, mintha itt már jártam volna. Igen. Itt már jártam, de akkor miért vagyok itt? Ja, itt már jártam. Itt lehet lemenni a kovácshoz. Ja, lent voltam a legalján, egy ilyen kis katakombában, azt megöltem, ja. Már szereztem valami fura gyűrűt is. Csak most jöttem ott fölfele egy ilyen részen, most ide visszahozott. És igazából keresem az okokat. Hogy miért? Mit akarod a játék mondani? Mit csinálja? Még már tuti voltam, erre emlékszek. Szerintem majdnem ez itt az eleje. Aha, ja. Ez itt köbben az eleje a játéknak. Mi hozott ide vissza? Mert volt egy rész, ahol felszedtem egy gyűrűt, egy ilyen oltárnál, ott leugrott egy nagy csontváz. És akkor ott fel lehetett menni egy létrán, utána ott volt valami cucc, és akkor ott le lehetett esni egy lukon, ide körülbelül, ahol itt van. Ez a rész. És ennyi. És most éppen keresem az értelmét. Ez most ez miért volt jó? De visszamegyek le a kovácshoz, mert ott még volt egy része, merre nem néztem, azt hiszem. Menjetek már komolyan, ne szórakozzatok már. Nincs nekem erre időm. Ja, hogyha nem halsz bele egy lövésbe. Én kérek elnézést. Kutya fülít már ezeknek. Ajá, hogy megyek le leggyorsabban a kovácshoz? Nézze, bazdmeg, ezek után nem jönnek.
Nem, volt egy rész, amit még kihagytam. Oda akarok visszamenni. Nézd meg! Ez egy nehezebb, mint gondoltam. Nehogy eltaláld a létrán, bazd meg a szaros csontvállal. Akkor itt csak ennyit kellett volna csinálni? Tehát megölni a boss, megszerezni valami gyűrűt. Úgy első olvastam, mit csinál ez a gyűrű. És akkor lehet máshol menni, kész. Elég ide megy. Nem tudom, hol visz. Ugorjunk le oda. Köszönöm, hogy valónk nincs. Juhu. Ade. Hello. Én sajnálom, amit történt kettőnk között An Orlandóban. Az anyja parasztja. Na, erre nem gondoltam. Wow. Ja, ez itt az eleje. Jó. Akkor itt a kovács valahol. Itt van ez a két bucifej. Itt vannak ezek a kerekesek. Ezek amúgy nagyon köcsögök. Aki ezeket kitalálta, azt is biztos verték óvodába. Kisebb bírom őket jelölni, komolyan. Na, végre. Az a kedvencem, hogy amúgy néha így megunják így az egész izét dolgot, és csak úgy így elsétálna. Úgy van a fele, ha, végeztünk. Jó, hát akkor mondom, hogy megnézem azt a részt, amit meg akartam nézni. Csak még beszélek még a... És nem akarok beszélni a kovácsra, csak feltöltöm a készítményen. Én elmentem oda jobbra, amerre volt a boss, de ott volt egy, fönt egy rész, ami ilyen rohadtul sötét volt, és inkább kihagytam. Ezt igazából ennyi. De ott voltak ilyen fura piros fények, mert mindenféle baszakodás. Na, erről beszélek, de... Én is találtam meg azt a képességet, ami volt ez a Night, vagy miatt nekem árusnál néztem, de mondtam, már úgy jövök vissza, tudod, hogy olyan van. Szerintem megpróbálok elfutni mellettük, de most nem fogok itt tökölni. Egyáltalán nincsen kedvem ezekkel itt harcolgatni. Ja, de muszáj, érted? Jézus Maria! Hagyjatok már végén! Kurva kerekek! Ez elég necces volt. Ja, mondom, arra még ott még kíváncsi vagyok, utána megyek majd le megölni azt a négy királyt, mert ugye megvan az a gyűrű. Leugrok ott a sötétbe. Kíváncsi leszek, hogy azokat hány lövésből tudom megölni. Jaj, ezek a sötétek, te. És mik ezek a kis szutymorgó fények? Nem tetszik ez nekem. Főleg az a része, hogy valaki itt mozog. Nyomkodom a targetet.
Húsz ki tudod ízíteni a mágiákat? Mármint a négy királyra gondolsz, vagy ami most itt jön? Ja, hogy akitől kaptam azt a... Igen, kaptam valami Kindle-t. Értem. És akkor ugyanúgy megeszek egy Humanity-t, és utána be tudom kindle-ölni. És akkor most már 20-ig adja. De baza. Várj, ez mocsok. Ez itt izé van. Széle van. Ne kúrjál már föl. Ez egy szakadék, nem? Ja. Ah, oké. Aztán találtam valamit. Aha, értem. Ja, értem. Én eddig azt hittem, hogy csak az 10-ig adja, az kész. Hű. Tombolton Giants. Hello. Te nem mondod, hogy ilyen hely is van itt. Here. Bosszom. De még ijedtem. Sutyó csontvázak itt a sötétbe komolyan. Jó nagy parasztok. Nincsen semmi. Tutyogok, tudod? Majd lesz valami. Valami itt mozog. Látlak el. Figyeljé. Aztán kibaszol a mage-je, mi? Ez ennyi. MVP, no scope. Nem kell ide fény. Belövöm, ahogy be kell lőni, tudod? Nem hiszek ezeknek az iratoknak néha. Miért írta ide ezt a fasságot, ha nem igaz? Láttam a kis szemét. Itt világított. Nincs itt titk. De tényleg oda le lehet esni. Van is ott lent ott valaki. Tessék! Nem kell a fényvarázslat. Megoldom mindent. Csígozok már pár éve, szóval. Ne bassz! Ne! Jó, ide majd visszajövök, ha lesz fényvarázslatom, akkor maradjunk ennyivel. Akkor itt végeztem, az a lényeg, ugye? Adjuk. Túl nagy volt a pofám. Én nem tudtam, hogy van egy kis szakadék. Hát. Na jó, elég. Akkor... Vagy hogyan is kell oda visszamennem? Csak meg akarom ölni a négy izét? Ja, igen, tudom. Ide vissza. Ide vissza, utána le kell mennem, ahol leeresztettem a vizet ott a szellemeknél. És csaltam, mert véletlenül belenéztem egy ilyen kis videóba, pont azt a részt elcsíptem.
Itt van egy kis pici rövidítés a szellemeknél, hogy le lehet menni a négy királyhoz. Közben kávéfőző a háttérben. Le lehet ugrani, és akkor be lehet menni. Gondolom, hogy gyűrű nélkül nem lehet. Nem lehet, gondolom, beleugrani, és... Csak az a gond, hogy ugye két fontos gyűrűm van. Tudod, amiről múltkor is beszéltünk. Ha most az egyiket leveszem, akkor nincs HP, meg ugye staminám. Ha másikat leveszem, akkor már nem lövök semmi se. Szóval ez a sehogy se jó kategória. Mindig be is rakom. Nem is tudom. Kipróbáljuk először így, hogy simán így a gyűrűt berakjuk. Menézzük azzal. Már most már nem találom. Hol ott hozzá van? Te halad, nincs itt. Ja, megvan, jó. Arra emlékeztem, hogy valami izé, Abyss neve van magának a gyűrűnek. Ha? Hello? Ez mi? Csokrom. Hát csokrom, hát... Ez ki a pecsem? Fent ült. Tényleg, de miért elment rá? Mi a baja? Azt hittem, hogy el van ott. Ennyire unatkozott? Szerencsétlen. Aha. Hát aki idején, azt tényleg be is kaptam. De mondjuk nem csodálkozom. Na olyan, hol is kell ugrani? Na látod, ez a gond, tehát megnézem, kicsenem az információt, és képes vagyok elfelejteni. Ja, igen. Így keresztül kell menni. Hát, a sztori szerint bekattani, én szerintem már az elején be volt megkattanva, de... Érted? Tehát te... Elég egy magának való ürge volt. Itt vannak ezek a kis pöcsarcok. Na most már három lövés. És már annyira nem nehezek. Az a gond, amikor kettő jön ebből. Meg ez is. Hogy... Valahogy ide fel kell mennem, és ott lesz valami eléggé nehéz kombó. És nem tudom, hogy erre. Igen, erre. Nem már. Tényleg elfejtettem a szellemeket. Kutya Filip már ezeknek a szellemek. Ne?
Oh. Hajj, ez új volt. Ezt én nem láttam. Gyere, gyere, gyere! Jó, akkor ne gyere. Egy pillanatra engedtem fel a shieldet, nem akartam ennyire, hát... Hát ez... Botrányos. Tényleg amúgy már feltett, hogy eltűnt innen a srác, de mindegy. Annyira nem hiányzott. Mondjuk tök jó infókat mondott, hova merre menjek még az elején. Innen a legjobb amúgy lefutkosni. Közelebb nincsen hely. Jaj! És megint liften, le, oda, le, leugrasz. Még oda még be is kell mennem. Ugye ezek a fekete lovagok folyton újra élednek. Ez kemény dió. Te még le is kell még érnem, utána még meg is kell még ölnöm a boss. Ne. Nye. Mindegy, meg lesz oldva. Van egyáltalán olyan cuccom, amiben meg tudom sebezni a izét. Sebezni ezeket a kis szellemeket. Tehát jó, fel vagyunk készülve megint, mert nincs nálunk egy deka se. Viszont általában ezeknél a pöcsöknél van, nem? Hello? Nem, nincs. Nem, mert biztos nincs. Elvittem volna magával. Ja, a szellemek lassúk amúgy, nincs vele probléma. Az a vicc, hogyha amúgy rajtam lenne, látod, hogy, hát, hogy így három lövés, egy fekete lovag. Hogyha rajtam lenne a gyűrű, hát szerinted milyen durvaságokat tudnék én itt nyomatni. Várj, de mondjuk addig fel is vehetem. Ha már itt erről beszél. Hogy itt, hogy van kettő? Ja, igen. Ezt majd be is nyomom. Csak egyszer megölem ezt a kis piskóta arcot. Mágus őt megkardolt, ez szar. Amúgy majdnem két lövés. Egy pont kellene még intelligenciára, és két lövés lenne egy fekete lovag. Egy fekete lovag. Ott még hagytam fönt egy cuccot. Mondjuk itt sok minden hagytam, elég hamar elmenekültem innen. Migrénes fejfájdalom közepette. Ellent nyomok egy szószpírt. Nézzük, mekkora sebzett. Tessék, fekete lovag. Na, mizu van? Jaj. Még ezek nem is fekete lovagok, hanem valami teljesen más nevük van, csak... De nem is tudom, miért mondom ezt rájuk. Igen, akkor... Vegyem ezt a szart.
Itt azt hiszem, itt lesz kettő szellem is ebbe a épületbe, csak el van a bújva izébe. A falba. Meg azt hiszem, hogy ilyen fekete harcosból is lesz kettő. Egy már ki is jött. Oh. Én benyomtam magamra azt a szart. De nem akar belehalni a szellem. Igen, azt a pacát, azt ismerem, az... Nagyjára nem vészes. Inkább ezzel a szellemmel van bajom. Meg hogy még bent van még egy ilyen kis lovaggeci. Jaj! Gyere ki! Hogy? Köszönöm. Van még egy szellem, vagy most? Csókolom. Igen, ott van. Oké. Nagyon tetszik ez. Jó, a szennypaca az le van tudva. Nézd meg azt, ott csalnak, érted? Jönnek mindenfele. Gyere már a fejem felől, te. Jó, azok nem is vannak lejönni amúgy? Kutya feljel meg neki. Mindegy, a szennypacát nem éled újra, ugye? Az nem ilyen újra éledős. Jött akkor harcra fel. Benyomom akkor a gyűrűt. Megnézzük, hogy úgy mennyi lesz. Tehát, hogyha nagyon kevesen sebzek, akkor tényleg ki fogom dobni ezt a gyűrűt. Miért futok le? Csak le kellett volna ugranom, na? Úgy. Most le is lehet jönni a lépcsőn, vagyis nem értem. Ez ilyen végtelenített lépcső, vagy... Aha, aha, oké. Okay. Na akkor hajrá! Szevasz! Ne így kezdjük! Ja, hogy... De várjál, mert ezt nem lehet sebezni, vagy... Mi a tosz? Azért. Hát... Nagyon karcsú ez a sebzés. Ez low cookie.
Meg a sötétben nem láttam, hogy mekkora a távolság az ütése. Amúgy nem tudom, miért nem kaptam azt két lövést tőlem. Nem is az, hogy erősek, hanem hát semmit nem sebzek. Mennek a négynek a HP-ja összesen az a csík. De az képest két-három lövés lenne egy darab. És mi a pöcsömet csinálják ebből a szarral? Olyan azon gondolkozok, hogy ki szom a picsába. Jó, behagyom még. Én félek, hogy tényleg annyira vészesen kevés lesz. Utána meg majd nézhetek ki a fejemből. De azt mondod, hogy akkor innentől kezdve így könnyű lesz oda befutni, mi? Jó van. Azt mondod, akkor fussunk. Majdnem leugrottam. A nagy igyekezetbe. Jaj. Remélem a szörnypacca nem éled újra. Mégis blokkolni nem tudják az utamat. Meg egyből az a tetején már leugorhatok, tehát nem kell ott lefele menni. Nehéz ez. Hogyha végképp nem megy, akkor majd nyomok be Humanity-t, azt megnézem, lejelök mindenkit oda, odafele, és akkor hívok valami segítséget. Ilyenek ezek a mágusok. Közben nem, hogy nekem izébe menjek. Soul Spear-re már az elején. Csak érted, hogyha ilyen kibaszott lófaszt lőttem bele a gyerekbe. Oké. Futi, ne gyertek utánam! Menj már be! Ilyen nincs! Ilyen nincs! Nagy nehezen befutok benne, és megfog az utolsó lépcsőfok. Ne már! Ilyen nincs. Ez a játékköcsög. Jó, most ebből is tanultam, középen kell reugrani. Pazd meg. Ezt remélem nem lát senki. Remélem pont akkor megakadt a stream, vagy valami. Na, akkor ugorjon neki még egyszer. Igazából át lehet futni köztük, de nem nehéz, csak a lépcsőkkel vigyázni, nagy padlót fogja. Meg jó, hogy legalább a nagy rutyutyú az nem éled újra. Még egyszer ide majd vissza kéne majd jönni, még összedni az utcokat a romok között. Ki tudja hány szellem várja ott, hogy elvágja a torkomat. Csak léci, ezt ne klippeljétek ki, tehát. Nagyon
Alsóbb rendű. Annyit lehet ebből a játékkal szokni, de mégis annyira tetszik, ez nem... Valamit jól csináltok. Vaj, most úgy kell csinálni, hogy ez a gyerek ott, igen, hogy ne bántsa. Jó, és akkor innen már indulhat a sprint. Oké. Be, gyerünk a tovább! Ne! Hé, nem úgy volt, hogy nem jön ebbe a kötkapu után? De jó, csak hogy a gyerek az konkrétan utána baszott egyet. Az anyád úristen. Fájt közben, nem lehet gyűrűt cserélni? Tényleg az amúgy elég jó megoldás lenne. Nem merek ráugrani hamarabb. Nézzük. Na most jó. Szevasztok, köcsögök! Na, hon vagy, boss? Ott vagy, te kis szar. Számoltam. Ne! Az első majdnem megvolt. Azt meg lehet csinálni, hogy leesek és utána átváltam a gyűrűt gyorsan. Ameddig nem jelenik meg a boss. Vagy akkor egyből meghalok, vagy... Amúgy mindjárt megnézem. Ha. Látod, így is négy lövés lenne amúgy a... Ez a kis pöcs. Csak az elején nagyon messze volt. Mondjuk a többit azt nem tudom, hogy mit csinál. Az elsőnek látom, hogy van egy ilyen dupla ütései vannak. Közel megyek hozzá, akkor robbant egyet. Még van az a hülye spellje. Nem tudom, az egy az egyáltalán meddig hat. Lehet, hogy érdemesebb levédeni shield-e. Na jó. De ezt láttad, ahogy padlót fogtam a lépcsőn? Ki klippelem. Pont leugrottam középen, és pont az utolsó lépcsőfa fogott meg. Ott hagytam a fogok. Megedem ezeket a bambikat komolyan. Gandalf, nem szabad baszakodni. Amúgy fun fact, hogy tényleg az a neve ennek a karakternek, hogy Gandalf. Nem gondoltam, hogy kapok egy ekkora staffot mellé. Szürke Gandalf. Vagyis inkább piros. Megfogjuk, hogy ne szúrja meg, hogy... Aztán futi... Kicsit itt töltünk... És akkor futás... Az anyádat! Nem már, a szellemek átjönnek!
Ne. Csalnak, bazd meg, hát. Ez szint tiszta warhack. Anyám. Ne. Na majd most. Nem álltottál már gyorsan? Áááá, van a gyűrű! Megvan! Aha! Értem, tehát ez tűnő. Most már ezt is tudjuk. Nem szabad lecserélni a gyűrűt. Mert akkor meghalsz. Oké. Okay. Remek. Nagyon jó. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Igen, lecseréltem fájt közben. De nem tetszett neki az ötlet. Azt mondta, hogy ne. Majd erre nyomok egy izét. Mert van rohadt sok humanity-n. Megpróbálok egy olyan kört, szerintem. Hogy benyomom magamba. Meg akkor egyet kiindulok ezen a vízbeszon is. Szépen ott végigverekszem magamat, és hogy hát ha ott akkor kapok valami segítséget, hogyha visszanyertem így a emberségemet. Azt mondod? Hát három kell összesen, nem? Mert egy ilyen emberé válok, meg kettőt belenyomok a izébe. Van fejlődő. Nem tudom, milyen egyesével nyomkodom, ne kérdezz. Szangja kindüli. És még nagyobb lesz a láng. És még nagyobb lesz. Kurva. Ez már rohadt meg. 20-at ad, tehát ez. Ez nagyon jó. Na, akkor gyerünk. Utcú neki. Így kell majd tudni megoldanunk, csak mondom, hát, hogy kapok valami segítséget majd. Valami kis NPC-t meg lehet idézni, vagy valami. Ja, azt vágom. És utána mindig annyi esztőt kapok vissza, úgymond, hogyha meghalok, amennyit elhasználtam. Tehát, hogyha 3-et elhasználtam, akkor 17, nem a shrine alapján, nem a bonfire alapján számlázok ki. Azt már észrevettem. Remélek, ez a kovácshoz megnézem már, hogy mi a helyzet vele. Money. Hey, hang on. Is that what? I'm a person. Ah, oda bírom neki adni. De tényleg ezt mondtad, hogy ugye ez csinálja a fegyverrel a bizbaszt. De lehet, hogy valami player is ott lesz, hogy tököm se tudjon.
És odaadtam ennek a korsnak ezt a szart, de... Nem nagyon látom rajta, hogy szeretne. Igen, abban bízok, hogy lesz a tech player. Nem is tudom már melyik bossnál segített nekem egy player, a 10-es poke-nál leszem. A második harangnál, igen, igen, annál a második harangnál. Segített egy srác, lerakta az ajtó elé a kis izéjét, billogját. Hogy mondtad ezt a varázsfegyver baszakodást az emberrel, hogy ezt így hogyan lehetne, vagy? Ez így konkrétan mit is jelent, amit lehet ezzel az emberrel most így csinálni? Lelövöm, megölöm, de nem. Hát ez nem igaz, nem hiszem el. Ebbe bele lehet öregedni, komolyan. Bele lehet rokkanni. A fájdalmas érzésben, amikor megvan a terved, de egy darab szaros ellenség azt mondja, hogy nem. Tényleg ott lent a katakombában volt az, hogy tényleg boss megöltem két lövésből, de egy darab kis kerekes csontfáz az elpicsázott, mint a szar. Pont be zárt egy sarokba, elfogyott a staminám és végig bedarált, szóval. De bossnak nem is láttam semmi képességét. Kapott két lövést, az hello. És valaki oda vigyeztette ilyen plusz infónak, hát egy weakness. Weakness anywhere. Értettem már. Hát nem, leesett nekem is. Na, csapó 2. Tök jó, hogy el fogok odáig jutni majd. Hogy ugye megnézem, hogy milyen helyzet. Közben ezeket megölöm, hát a dobnak azért. Még azért cursed. Hát jó lenne. Dobjál már! Dobjál már! Jó. Nem a kávém is elfér. Van még erő bennem. Na, mister! Na. Maradjunk a sima lövéseknél. Az a titka, hogy ugye most addig ugye rakjuk be ide a boostosat. Nem úgy, nem tudom minek van nálam 3 Ring of Sacrifice. Két lövés, vagy fiú.
Két aprócska lövés. Na most, most ne basszuk el, egy darab körszünk van. Csaló anyádat! Ezek a szellemek hallod. Wallhackelnek. Gyere már te retardált! Na végre. Ahogy... Persze, mert mi rugdossá, nem? Jó. Ez eddig tiszta. Tudom, vannak meg még fent a plafonon is. Azt hiszem, hogy itt oldalt is vannak. Ó, bazd meg. Sehol senki. Ez nem lesz jobb. Játék azt akarja, hogy mindenképpen saját magam kell megküzdenem velük. Te lehet, hogy köt kapom belül? De sajnálom, nincsen senki. Ez szomorú. Akkor ez így eldöntetett. Magunknak kell megoldani. Vagy majd még talán majd még máskor sikerül, amikor mondjuk lehet többen játszanak, vagy valami ilyesmi. Na gyerünk! De az elsőben amúgy nem nehéz, az... Úgy már egy, valamennyire úgy már tudom, hogy mit fog lövöldözni. Inkább a távolság a gond, amit így eléggé nehéz felmérni, hogy hol jön, meg hogy hol nem. Thank you.
Jó, egy megvan. De nem igaz! Gurulok, amikor kell gurulni, bazd meg! Nem. Pedig jó volt most. Az első már meg lett legalább. Na még egy tryt még belenyomok. Erre nincs benne mentés. Úgy megnézném, hogy mi történne, ha levenném a gyűrűt. Mennyivel lenne kevesebb a HP. Nagyon hiányzik ez a plusz spell damage. 5 izékes spear kell egybe. Utána maradnak a kicsik. Már nagyot nem tudom használni, mert sokáig tart, mire bekasztolja. Necces. Ahogy észrevettem, akkor a másik is ugyanazt csinálja. Tehát igazából minden így ugyanazokat az ability-ket csinálja, remélem. Már olyan sok gond nem lesz felé. Csak megint elbasztam. Nem lehet rendesen látni, mikor ér oda az a rohadt lövedék. Meg hogy elmúlik-e vagy valami, mert egyszer kilövés, akkor majdnem végtelenségig követ. Na majd most. Ciki lenne már itt meghalni. Ez itt az első köcsög. Ja. De nem kell foglalkozni, azért cuci, nem tudom, hogy menjünk majd fel. Csak a futi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. De menj már! Hogy lehet valaki ilyen pöcs? Meg a szellem is még utánam jön, na hagyjuk már. Azért pofátlan cselnek is van határa. Ez a játék komolyan. Hagyjatok nyugodtan lemenni az abiszba. Na, gyerünk, 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 gyerünk. Hol vagy, Jóska fiú? Gyere! Mondom, ez a szar, ez követ? Ezt nem lehet megállítani, jó? Ez nem volt próbálkozás, ez egy szar volt. Azt sem tudom, miben haltam bele. Most a lövedék lőtte a hátba, vagy most ő vágott meg. Néha egyet vág, néha kettőt. Nem is értem. Nagyon kis csenevész ez a gyerek. Rá kell most már nézni a izére. A körmére neki. Váltok valamelyik Covenant között, nem kapok valami plusz képességet? Mondjuk, hogy nem szopatnak ezek. Mi
Igazából még a boss fighter nincs is bajom, mert előbb-utóbb legyőzöm őket. Csak ez a folyamatos visszafutás, ebben megy el az idő. Ez tart 2 percig, a fight meg 1 másodpercig. Ne. Másfele, mert nem tudok menni igazából. Vagyis tudok, a démonoknál megbírom ölni azt a nagy faágat. Ugye annak ott ki kell égetni a bendőjét. Nem tudom, mit kell vele csinálni. Mindegy. Max végső elkeseredésemben majd streamen kívül majd farmolom a sárkányokat, azt feltolom magamat level 120-ra. És akkor ilyen 90-es intelligenciával fogok majd rohangálni. Majd akkor valaki merjen velem szórakozni. Na. Első buzi, hagyjuk, hogy szúrjon, ott hagyjuk, mehetünk. Fel lépcsőig, megállsz, tölt a staminát, futsz. Haha! Ki lettetek cselezve? Menjél be! Ja. Nem is nélkül megcsináltam a rend. Király. De most amúgy az volt a legrosszabb, mondom, hogy egyszer kitalálja, hogy akkor kettőt lő, egyszer meg egyet, és várnám a másik lövés, de hát nincs ott. Hogy merre éled? Ahogy fixen éled? Értem. Érted, ezt mondom, most meg tiszta botbad meg. Hol a második? Halló? Itt vagy? Szevasz! Ja, nincs spellem. A harmadik. Hello, ilyet ne csináljál már. Ez nem szép. Most settenkedik a másik, meg a hátam meg. Jó? Jó? Ezt kivédem shield-el.
Oké. Iszok inkább. Hé, hey, ezek folyton élednek? Várja már! Ne, ilyet ne csinálj! Ne. Ne! Nem igaz, hogy innen fogok veszíteni? Ez az! Gyorsan, igyel! Az meg! Easy! király! Az meg! Ennyi, bazd meg! Mégizom! 60 000 szóval! Ez a nem mindegy. Hú, anyám! Visszamegyek akkor ide. Hú, ez meg... Akkora mákom volt, hogy amikor megszorított, abban nem haltam bele. Tehát... Ilyen mák a világon nincsen. De mégis... Megnézem, van-e nála? Nincsen. Nem tudom, mi a tököm amúgy. Ez amikor megjelenik fölötted 5 ilyen lövés, és akkor azok így elmennek... Elmennek másik irányba, vagy így követik a targetet. Azt hiszem ez az. Lehet, hogy veszek egy ilyet. És akkor lehet azzal fogok játszani, hogy ezt benyomom. Nem tudom, meddig tart. Egy 20 000-et megérő, kipróbáljuk. Kész. Point. És akkor... Ó, baszki, mennyi kell még ahhoz, hogy még egy spellt be tudjak rakni? Kutyafülic. 27-es tuti. Ja, az biztos. Szerintem azon gondolkozok, hogy kiveszem ezt a... Ezt kiveszem, a nagyot, és akkor ennek a helyére berakom. Kevter. Ne beszélj csúnyán. Beszélek a nagy lófejűvel. Sorry, something. Mondasz valami mást is? Oh. Ja, te árulsz ilyen szuszkokat. Az öreg varázsló. Ja, oké. Megyek én mindenhol. Ah, ez jó volt ez a boss fight. Is it something? Beings who possess that I be not. Nein, nem érdekel, megöltem valakit. Farewell. Megkaptunk érte, ezért? Megkaptuk a szújjukat? Hát nem. Egy szintet még valahogy ki kéne még préselni magunkból.
Nem hiszem, hogy ez működni fog. Miért összessem meg veletek a sárdokat? Ja, ezeket mondjuk, ezeket oda is adhatom. Tudom, nem fogok más playereket baszogatni. Ha. Ezt mondjuk, ezt meghagyom. Ez kell, de nem tudom, hogy mikor fogom egyáltalán használni. Ezek se kellene. Mindenkit le fog úgy győzni. Lehet ezeket használni amúgy valamire? Valami érdemes dologra a coinokat? Talán kijön egy szint. Jó, sacrifice-okat még azért még meghagyom. Hát van. Ezt is behagyom. Ezt nem kell. Ezt a gyűrűt amúgy beraknám annak a helyére. Kíváncsi lennék, hogy mi lenne az eredmény. Ha. Ez pont azt adja, hogy még berakhatok más spelleket. Aha. Miracle Synergy. Tudom, ez nem is kell. Ez biztos nem kell. Critical attack-okat. Spelletnek van critical attack? Na mindegy, ezt azért meghagyjuk. Fasság. Mi van még itt? Ezeket szétse lehet szedni, nehogy annyira hülye legyen. Igen. Tehát ha jó, tehát az, hogy mondjuk az, hogy Magic Casting alatt mit ért, hogy most akkor kettőt lősz, vagy gyorsabban, vagy nem értem, de ugye, hogy le fél HP-sz téged, tehát most egy HP-nak a fele lesz. Itt van egy cucc nekem. Mire gondolsz? Odaadok neki egy izet. Szerintem oda fogok neki adni egy humanityt, hogy még egy szintet tudjak lépni. Mindjárt megnézem, hogy mennyi kell ez szinthez. Ha? Ja. Miért ide jövök? Milyen cuccra gondolsz, hogy? Tássék, adjél ilyet. Különc üző? Ah.
A hercegnő a nagy csöcsös csajra gondolsz? Aki fent volt, vagy izé, az a csaj, aki itt volt fején. Tehát itt volt a shrine-nál. Jó, és akkor azt hiszem most már megvan. Rendet. Hagy! Viszont. Értem, értem. De ez akkor egy fejes, ugye? Tehát ez nem gyűrű vagy ilyesmi, ez egy fejes, amit meg lehet szerezni. Most így, ami így lejött. A hercegnő, aki a hidránál van. Hidra? Már megöltem kettő hidrát. Egy volt lent ott a föld alatti tengernél, egy meg a... Oké, oké. Ami mindig nem adja. Akkor... Rakok egyet az intelligenciára közt. Na, pipa. Na jó van, már ennyi volt, mert sok még a dolog. Sűrű lesz ez a vasárnapi nap. A múltkor meg elszálltak a beállításaim, azt azért nem tudtam játszani egyáltalán. Nem volt meg sehol se a fix 60 FPS-em. Na jó, majd még folytatom. Köszi, hogy néztetek. És akkor majd máskor majd találkozunk. Szevasztok!